Hello mindenkinek, szép jó reggelt innen a Liszt-Ferenc repülőtérről. 5 óra múlt 5-10 perccel, és Londonba megyünk! Igen, szóval Londonba megyünk, és két utitársam van, az egyik ott fekszik a kanapén, Alex a királynő, másik pedig Alex a királynő testvére Dia, aki éppen a telefonját nyomkodja. És hát igen, szóval Londonba megyünk. És most itt vagyunk a repülőtéren, és hát nézzünk már körül, mert nem minden nap jár az ember azért egy ilyen különleges helyen. És a kirándulásunknak nagyjából ez az apropója, hogy ez a karácsonyi ajándékunk magunknak. És jelenleg ezt látom. Ha jól ellátok a tábláig, akkor 15 perc múlva indul a repülőnk. 15 perc múlva indul a repülőnk. Felfogtad? Egy óra múlva megy a repülő, de a kapunál kell ott legyen kb. 15 perc múlva. Na most már megyünk be a csatornába. Méghozzá ide. És száguldunk, száguldunk a B4-es kapuhoz. És nagyon izgalmas, vagyis igazából... Mennyire számúgy futás! Most kezd végre izgalmasra válni a kaland, és most fogom fel úgy konkrétan, hogy végre utazunk, mert eddig kb. Aludtam, tehát így... Látjátok a ködöt? Reméljük, hogy ez lesz a mi gépünk! Hú, de izgi! Hú, de izgi! Rohadt nagy betűkkel ki van írva, hol vagytok? Rohadt nagy betűkkel ki van írva, hogy Ryanair, szóval... Hát, igen. De lehet, hogy csak elől lehet felszállni. Nem, 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 nem. Ja? De nézd meg a vizer milyen, hogy a milyen kicsi. Aha. Itt a repcsi! Huhuhuhu! Várjunk, figyelj előre, mert itt ki van kötve. Senkit a madzagon! A stárnynál ülünk. Úgyhogy ezt fogjuk látni egész nap, vagy egész reggel, hogy itt. Igen, ez fog itt mozgolódni, de hát azért talán valamit majd sikerül innen fényképezni. És egy gyors kis... Mindenki mutatkozunk. Köszönjetek! Mindenki köszönjön. Köszönjön be a vlogba szépen. Hajrá! Ez egy nem room tour, hanem egy repülőgép. Repülőtúr. Ez egy Ryanair. Na, olvasd! Full, nagyon jó kis fapados járatunk van, azon hozzá kell tennem. Mindenféle instrukciókkal el vagyunk látva. Tehát ott ezt kell csinálnod, hogyha bepánikolsz. Vagy leütlesz. Köszönöm. Esetleg. Ez is még egy opció. Hogy nagyon fázik a fenekén. Hát mert hideg, bőrülés. Bőrülés. Mi ez bőrülés? Nézd már meg! Ez bőr. Tudom. Érdekes dolgok történnek, éppen a repülőnek a szárnyát fújják le. Hát a fene se tudja mivel, reméljük vízzel, vagy... Én nem tudom, de... Vagy ki tudja mivel, igazából nem tudjuk megállapítani. Igen. Hogy előbb amúgy is bemondták, hogy valami probléma van és próbálják megoldani, hát... Most már több mint fél órája várunk. Most már nem látszik semmi, mert amúgy is köd van. De nagyon durva, mert már több mint fél órás késésben vagyunk. És bemondják, érted, hogy probléma van, szóval ne panaszol. Jó, most már nagyon panaszolunk. Now we are fully protected for icy conditions and we'll start moving here in a couple of minutes. So once again, thank you for patience. Aha, tehát leszették a jeget, oké. Na, oké, és oké. Telenítve van a gép, úgyhogy most már mehetünk. Azt a büdös rohadt életjegyet! Mit tudjuk, azt a... Úristen! Jézusom, a kifutó gyönyörű volt, mint a karácsony lenne. Isten, ez gyönyörű volt. Azta! És alattunk van Budapest. Azta, annyira gyönyörű, úristen! Megtörtént a felszállás, és amit látunk, az egyszerűen gyönyörű. Egyszerűen le vagyunk nyűgözve. Olyan volt az egész, mint amikor a Silverrel voltunk az Európa Parkba. Oli, ha nézed ezt a vlogot, akkor tudod, hogy miről beszélek. Azzal a brutál hullámvasúttal mentünk. Na, olyan élmény volt a felszállás. Aztán, ami elég tárunk, az egyszerűen csodálatos. Tehát
amit látunk. Viszonylag szép idő van, 8:30, és nagyon éhesek vagyunk, nagyon fáradtak vagyunk, de ez valami isteni jó volt. Igen, én is 24 órája nem tudtunk. De ez a repülés, ez valami fantasztikus volt. Mint Szulánvasút. Megérkeztünk Stratfordba, és egy nagyon-nagyon különleges lányt látok a buszmegállóban. És ott integet nekünk már távolról. Ez annyira izgalmas! Gyorsan indítsd be a vlogot, te! Gyertek, ott van a Jó! Segítsen! Már csodálkoztam is egyébként, hogy nem esik az eső, tehát hogy így túl furcsa volt, hogy ilyen kellemes idő van. Eddig nem esett az eső, egyébként csak most jön megérkeztetek. Hihetetlen. Köszönöm, hogy az esernyőmet, hogy itt van esetleg. Nekem van egy esernyőm valahol a táska mélyén, de hát... Igen, hát én mindig a nehezebb utat választom, hát ez egyértelmű. Szerintem húzott a Milyen király ez a zöld bigyó valami? Ja, hát az egyik oldalad meg van semmisülve, tehát az rossz. Úgyhogy így, igen, most már az első metrónkat várjuk. És eddig egy óriási bevásárló központban csöveztünk, úgymond. Egy laza 2 órát, amíg becsekkolhatunk ugye a hotelbe. Hát sírtunk igazából, tehát Inglot, Kiko, Forever 21, Primark, Topshop. Hát egyéb ilyen apróság ugyebár. Hát én már képzeletben az összes pénzemet elköltöttem most, úgyhogy nem tudom, mi lesz velem ezután. De minden esetre most éppen a bankhez kell eljutnunk. Igen, és most vagyunk a... Hol vagyunk? Igen, szóval nem is kell túl sokat mennünk. Ez lesz a... Ja, igen. És meg is érkezett a kis metrocskánk. Úgyhogy, hát irány a bank, amit mi eldöntöttünk így magunkban, hogy hát ilyen Deák Ferenc tér szintű hely lehet, tehát ilyen központi átszálló csatlakozós téma. Hát ez így elég király. Nekünk ez a vonal kell. Meg kell állapítanom, hogy én imádom az összes metrót. Erre jöttem rá. Én otthon is imádom a metrókat. Minél rozogább, rozzantabb, annál jobb. Ebből következik természetesen, hogy az M3-as a kedvencem. De itt a metrók még jobbak, még kisebbek, még ilyen kis kuckózósabb feelinget adnak. És úristen, úgy mennek, mint a gép. Nos, úgy néz ki, hogy megtaláltuk a szállásunkat, ami nem egy Hilton. Ezt azért már tisztázzuk így az elején. De hát mit várjon az ember egy viszonylag olcsó szállásért? Nos, a mögöttünk lévő ház lesz a kis otthonunk egy hétig, és most éppen a főbérlőt... Elvileg. Jó, én nem is vagyok benne, hogy és most éppen a tulajt, vagy hát a főbérlőt várjuk, hogy lepakolhassunk. Igen, és szemben van velünk egy általános iskola. Az előbb már láttunk cuki kis gyerekeket egyenruhába menni, hát nagyon édesek voltak. Nagyon könnyű a közlekedés, tényleg, hát ezt nem gondoltam volna egyáltalán, hogy ez ennyire egyszerű lesz. Úgyhogy szerintem ennek a vlognak itt a vége mára, ide értünk, ez volt ennek a résznek a lényege. És Max találkozunk holnap, sziasztok!